Ajándékot kaptak a szuperhőstábor résztvevői, a délelőtti foglalkozást tartó egészségfejlesztési iroda munkatársaitól. A Babits Mihály Kulturális Központban immáron sok éves hagyomány, hogy minden évben megszervezik tematikus táboraikat. Idén 4 hétre szerveztek különböző elfoglaltságokat a gyerekeknek. Babits Mihály Kulturális Központban hosszú évek óta bevett szokás, hogy nyári táborokat is szervezünk iskoláskorú gyermekek számára, hogy a nyári hosszú szünetben olyan érdekes és tartalmas programokkal tölthessék el a szabadidejüket, amellyel egyrészt természetesen ugye a szülőkön is segítünk, illetve hát a gyerekek nagy örömére is zajlanak ezek az események. Idén 4 tábort szerveztünk meg eredményesen, ebből a 3. zajlik most jelenleg itt a házban, és a jövő héten fogunk még egy 4. utolsó táborral zárni. Június végén kezdtük a varázsasztal táborral, akkor utána egy természetjáró tematikájú táborunk volt, most egy szuperhős táborunk van. Mondhatni, pillanatok alatt beteltek a helyek, teltházzal működnek a táborok. Tudjuk mindannyian jól, hogy a hosszú bezártság és ugye a Covid-járvány miatti otthonmaradás miatt a szülőknek is a szabadsága fogytán volt, tehát emiatt még nagyobb igény van a nyári tartalmas szabadidő eltöltésre. Úgyhogy a nyári és őszi fesztiválok, programok előkészítése mellett a kollégáim itt is nagyon nagy szolgálatot tesznek azért, hogy a városban élő családoknak és elsősorban ugye gyermekeknek érdekes és színvonalas programokat szervezzünk. Zengődi Miklós már visszatérő résztvevője a Szekszárdi Szuperhősök közösségének. Hát az idén azért jöttem, mert a múltkori egy élmény volt, és gondoltam, ma is az lesz, és így is lett. Például szoktunk olyat csinálni, hogy ilyen csapatokba osztunk, most is csapatokban vagyunk, és akkor lemegyünk ott lent a rendezvényterembe, és ott ilyen feladatokat csinálunk, és ott lehet gyűjteni nyomdákat. Volt azonban olyan gyerek is, aki nem a kaland kedvéért jelentkezett a táborba. Anya az, meg apa nem tudott szabadságot kivenni, mert kevés volt nekik, és azért tettek be erre a táborba. Pont emiatt tartja idén kiemelten fontosnak Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója, a nyári táborok szervezését, hiszen az online oktatás vagy az esetleges karantén miatt sok szülőnek nem maradt szabadsága. Azt mondja, már nagyon korán betelt mind a 4 meghirdetett táboruk. Általában 15 és 25 fő közötti táborokat szervezünk, ugye életkorfüggő is, alapvetően kisiskolásoknak, egy-egy nagycsoportos, egy-egy nagyobb óvodás gyerek is becsúszik a csoportba kis testvér, nagy testvér révén, de inkább azt az igényt láttuk, hogy ha egész nyáron folyamatosan júniustól szeptemberig szerveznénk táborokat, azok is mind betelnének. Ezt kapacitás hiányában nem tudjuk vállalni, de jövő évtől fogva kollégáimmal is úgy beszéltük, hogy felveszük a kapcsolatot valószínű pedagógusokkal is, óvonőkkel is, és amennyiben tudjuk még a személyi állományt erősíteni, úgy lehet, hogy még nagyobb mértékben segítjük a város lakosságát is a táborokkal.